És pipit mikor teszed fel, az később? Szevasz, Pari, Antal László vagyok. Szervusz, egy pillanat. Jó, jó, oké. Még egyszer köszöntök mindenkit. Remélem látnak, hallanak. Engedjék meg, hogy először némi technikai információkat nyújtsak. Először is köszöntöm Önöket, ugye az első országos interdisziplináris éghajlatváltozási tudományos konferencia ágazati alkalmazkodási szekciójában. Azt szeretném kérni, hogy az előadást minden előadó maga ossza meg a saját gépéről. Ugye ez a jobb felső sarokban egy kis felfelé mutató nyíllal lehetséges. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a fiatal kutatók számára egy külön díjat tervez adományozni az első országos interdisziplinális éghajlatváltozási tudományos konferencia szervezői. Ezen pályakezdő kutatók számára nyújtanánk külön díjat, akik a saját szekciójukban a legjobb előadást tartják. Olyan kutató pályázhat, aki a konferencia időpontjában aktív hallgatói, illetve doktori jogviszonnyal rendelkezik. Hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, vagy a felsőoktatási intézményben tanul, vagy doktori fokozatát szerzi, vagy az elmúlt 5 évben szerezte. És ebbe az időtartamba nem számít bele a gyermekgondozás segítő ellátás, illetve a gyermekgondozási díj igénybevételének időtartama. Itt a szekció elnökök bírálják el az egyes előadókat, majd ezt követően a kiválasztott előadótól egy önéletrajzot fogunk kérni. A díjat Steiner Attila államtitkár úr fogja a későbbiekben átadni. Szintén szeretném felhívni a figyelmüket az esti programokra. A mai napon 7 órától Kimberly Nikolász Lundi Egyetem oktatója fog egy könyvbemutatót, illetve diskurzust tartani az éghajlatbarát életmódról, életmódhoz kapcsolódóan. Jelen blokk a hetes alkalmazkodás, ágazati alkalmazkodás szekcióban 11 órától 1 óráig fog tartani. 13 óra 30-tól egy kerekasztal beszélgetés kerül ebédidőben megtartásra, amire szintén szeretném felhívni a figyelmüket. Itt az értékelő jelentéssel kapcsolatos szerzőség, illetve a részvétel a jelentés készítésében lesz a téma. Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a folyamatba, annak ajánlom ezen a részvételt. Jelen szekcióban Jolánkai Márton tanár úr, illetve jó magam Selmeci Pál
leszünk a szekció vezetői. Felváltva fogjuk ezt a szekció vezetését ellátni. A szekcióban nagyon változatos előadói előadásokra számíthatunk. Pillanat, már is kivetítem a mai programot. Az első előadónk Antal Zé László lesz az LKH Szociológiai Intézetétől. Én meg is kérnélek, László, hogy az előadásodat indítsd el, hogyha lehet. Hát köszöntök mindenkit a konferencián, köszönöm a lehetőséget, és hát érdeklődöm, hogy látszik-e már az előadásom, mert elkezdem. Az előadást még nem látjuk. Akkor egy pillanat, még próbálkozom a feltöltéssel. Melyik? Addig még elmondom, hogy ez az előadás. 15 perces előadásokra lesz lehetőség, és én fogom jelezni az utolsó percet majd, és kérnék mindenkit, hogy lehetőség szerint tartsa be a kereteket, illetve minden előadás után lesz lehetőség 5 percben kérdések feltevésére. Érdeklődöm, hogy látszik az előadásom? Igen, most látjuk. Jó, akkor el is kezdem. Újból köszöntök mindenkit, aki eljött erre az előadásra és meghallgatta. Az előadás címe a gyógyítás természetes határai, és hát azzal szeretném kezdeni itt az első dián, hogy hát a jelenlegi helyzetben nem csak az éghajlatváltozás és az egészségügyi ellátás vagy a gyógyítás kapcsolatáról fogok beszélni, hanem ebben a rendkívüli helyzetben hát a pandémiát is ide fogom hozni, ami szintén nagyon sok fontos gondot vesz számunkra. Az előadás három kérdésre koncentrál. Az első, milyen kihívásokat jelent az éghajlatváltozás az egészségügyi intézmények számára. A második, milyen lehetőségek vannak egy társadalom számára az egészségügyi ellátása nehezedő terhek csökkentésére. Hát és itt ez a pandémia az, ami szintén felhívja a figyelmünket arra, hogy az egészségügyi ellátásra óriási terhek nehezednek, és van-e lehetőség arra, hogy a terhek egy társadalmi megosztásban kicsit szétterüljenek, és minél több társadalmi szereplő ebben valamilyen módon részt vegyen. És a harmadik kérdés pedig az, hogy egy társadalom hogyan tud felkészülni arra, hogy az egészségügyi ellátás részben vagy teljesen hozzáférhetetlenné válik. Hát itt újból a pandémiára kell utalnom, amikor egy olyan helyzetben találtuk magunkat leginkább tavasszal, amikor a kórházak egy része hozzáférhetetlenné vált, vagy például nem lehetett fogorvoshoz menni, és hát jól ismerjük ezeket a helyzeteket, ami a klímaváltozással is összefügg, ami nem feltétlenül a pandémia miatt, de számos más helyzet miatt, rendkívül időjárási jelenségek következtében az egészségügyi intézmények egy része esetleg hozzáférhetetlenné válik. Ez előfordulhat. És végül azt szeretném mondani ezzel az első diához kapcsolódóan, hogy ez az egész éghajlatváltozási jelentés, amiről az egész konferencia szól, ennek az egész előkészítése konferenciának a célja, ehhez kapcsolódóan terveztük azt, hogy elkészítünk egy külön éghajlatváltozás és egészség című jelentést, ennek el is készült a tematikája, a programja, de valahogy úgy alakult, hogy az EMMI-nek az egészségügyért felelős államtitkársága megkérte a munkahelyemet, és hát részben engem is, dr. Váldi Annát, és Ferenc Zoltánt, hogy ezt a jelentést készítsük el. Egész 2020 nyarán kaptuk meg ezt a felkérést, kötöttünk egy szerződést, és hát el is készült ez a jelentés, amely ott látható. Ha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan is néz ki egy ilyen jelentéset, akkor ezt megtekintheti. Szeretném bemutatni a jelentésnek a címlapját, és a három vezető kutatót, vezető szerzőt, és ebben körülbelül 20 a legkülönbözőbb szakterületeken dolgozó szakember vett részt. Örülünk, ha mindenki ebbe beletekint, és az én előadásom is részben ennek a jelentésnek egyik fejezetéről az összefoglalása. Az elméleti keretekről röviden szeretném elmondani, hogy
abban az összefüggés rendszerben gondolkodom és tanulmányozom az éghajlatváltozás és más az ökológiai válsággal kapcsolatos kérdéseket is, amelyek abból indulnak ki, hogy az a fajta elképzelés, hogy a folyamatos növekedés az egy realitás, és ebben erre van lehetőség, azt kritizálják el, és alternatív elméleteket fogalmaznak meg, hogy hogy lehet úgy élni egy természetes környezetben, hogy nem sértjük meg a természet határait. A másik elméleti megközelítés, ez egy szociológiai megközelítés, amely arról szól elsősorban a gazdasági tevékenységet vizsgálva, hogy egy társadalom hogyan képes elérni azt, hogy a gazdasági tevékenységnek a kockázatai ne veszélyeztessék a társadalom életét, ne legyen túl nagy egyenlőtlenség, ne alakuljanak ki háborúk, mindenfajta kockázatokat jelent a gazdaságnak a korlátlan növekedés és tevékenysége egy társadalom életében, és ezért egy fontos kérdés, és hogy egy társadalom hogyan tudja ezeket a kockázatokat csökkenteni. És ugyanez más összefüggésben az ökológiai beágyazottság kérdése, hogyan képes egy társadalom azt szabályozni, hogy az ökológiai rendszert ne sértsék meg a különböző tevékenységek. Ez a két elméleti keretet, amelyek más tevékenységek elemzésére dolgoztak ki elsősorban, hát az előadásom újdonsága az, hogy gyógyító tevékenységek elemzésére fogom felhasználni. Az alkalmazott módszernek egy további része, hogy általában most a gondolkodásunkat azt tölti be, a pandémiát különösen felerősíti, hogyha egészség-betegség kérdésről van szó, akkor az egészségügyi ellátásról beszélünk, az orvostudomány eredményekről, az oltási lehetőségekről, a megoldási lehetőségekről, de az összehasonlítás kedvéért úgy értem, hogy fontos, ha azt is elgondoljuk, hogy a társadalmak más típusú gyógymódokat is alkalmaztak és használnak az egészségbetegség kérdésének a kezelésére, ilyenek a népi gyógyászat, ami egy inkább egy múltbeli, de hát ez egy jelenben is nagyon sok társadalom alkalmazza még mind a mai napig, és az alternatív gyógymódok, amelyek eltérnek szintén az orvostudomány eszközeitől, módszertanától és elképzeléseitől. Hát ezek után, a bevezető gondolatok után néhány tartalmi kérdés, az egészségügyi intézmények számára jelentkező kihívások. Ez nagyon nagy összefüggésekben megközelítve három nagy csoportba sorolhatók. Az első az, amelyet a szakirodalom mindig is kiemel és taglal, hogy az éghajlatváltozás miatt, és hallottuk Radics Kornél előadását is, hogy a természeti katasztrófák száma folyamatosan növekszik, hát ennek következtében nyilvánvalóan, hogy folyamatosan, vagy akár ugrásszerűen is megnőhet a betegségek száma. Hát ez ehhez kapcsolódik szintén, hogy természeti katasztrófák idején az egészségügyi intézmények sérülékenysége is megnövekszik, és nem a pandémia miatt, hanem viharok, áramszünet vagy bármi más miatt szintén hozzáférhetetlenné válnak részben vagy egészében, amire szintén föl kell készülni, mint egy lehetséges jövőbeli helyzetre. És a legnehezebb kérdés, amit itten érintek az előadásomban, hogy az egészségügyi intézmények működése is hozzájárul a földökológiai állapotának romlásához, és ez egy olyan kihívás, amellyel szintén érdemben foglalkoznunk kell. Ezek után a három különböző gyógymódnak az áttekintése az összehasonlítás szempontja szerint a következők. Népi gyógyászatról csak röviden, mindenfajta szakmai leírásokban külön kiemelik, hogy egy olyan gyógymód, ami a hétköznapi tudásnak is a része, tehát otthon a családokban is lehet használni, és vannak specialisták, néhányat ezek közül felsorolok, az ábrán látható, hogy mégiscsak tudjuk, hogy mik tartoznak ebbe a kategóriába. Számunkra a lényegesebb az, hogy ez a természet közelében társadalmaknak a gyógymódja, hagyományos szokásaikat őrző emberek, és azok, akik a gyógyító tudás birtokában vannak, még a specialisták is, azoknak is a többsége a társadalom közvetlen tagjai, velük egy nyelvet beszélnek, ugyanúgy öltözködnek, dolgoznak, ott élnek velük együtt. Tehát a társadalmi beágyazottsága rendkívül erős ennek a gyógymódnak, és ebben a természetközeli népekben kivételesen figyelnek arra, hogy a természet határait ne sértsék meg, tehát az ökológiai beágyazottsága is erős. A sorrendben a következő, a modern társadalmakban az orvostudománynak a helyzete és az egészségügyi ellátásnak a helyzete, amit külön nem kell bemutatnom, mindegyikünk tudja, amilyen szociológiai szempontból fontos és a társadalom beágyazottságból is érdekes, hogy hihetetlen bőséges az a szakirodalom, ami azzal foglalkozik, hogy milyen kockázatokat jelent egy társadalom és az egyes emberek számára is, hogyha a gyógyító tudás egy szakmai közösségnek a
ők a letéteményesének, ők használják, és hogy ebből milyen kiszolgáltatottsága származik az egyes embereknek, sőt az egész társadalom számára, ezt hogyan lehet korlátozni, csökkenteni, vagy ezeket hogyan lehet orvosolni, de a jelenlegi helyzetben egy viselkedésében, nyelvében, intézményben nagyon gyakran társadalomtól elkülönült intézményként működnek az egészségügyi intézmények, tehát azt mondhatjuk röviden, hogy az egészségügyi ellátás társadalmi beágyazottsága gyenge. Ez az ökológia, a klímakonferencián vagyunk, inkább az ökológiai beágyazottságról szeretnék többet mondani, és egy külön diát is, ez pedig arról szól, hogy hát a modern orvostudomány, meg az egészségügyi ellátás intézményrendszere sokkal kevésbé veszi figyelembe a természet határait, mint ahogy említettem, a népi gyógyászat. Nagy épületek vannak, komoly műszerek, közlekedési, szállítási feladatok megjelentkeznek, az intézményekben lévő és az ott dolgozók étkeztetése is egy jelentős teher, és hát a gyógyszerek használatának is megvan az ökológiai kockázata. Hát ez most már egy elég ismert összefüggés, amelyre nagyon sokan keresik már a választ, és hát egyet emelek ki ezek közül, egy egész friss dokumentum 2020. októberében jelent meg az Egyesült Királyságban. Az Állami Egészségügyi Szolgálat átalakításáról szól egy dokumentum, a címe a Net Zero, tehát a teljes kibocsátás mentességgel működő egészségügyi ellátás elérése. Ennek a célja, de számos más nagyon sok hasonló program van. Az egészet azért mutatom be, mert nagyon sokan fölismerték már azt, hogy az egészségügyi ellátásnak az ökológiai beágyazottsága nagyon gyenge, és ennek érdekében, vagy ezt megszüntetni, ezt vagy erősíteni kell, és lépéseket kell tenni annak, hogy ez megváltozzon. És akkor a harmadik gyógymód, időrendben megyek a gyógymódok bemutatásában, ami a modern társadalmakban jelentek meg, a komplementáris alternatív gyógymódok, amelyet természetgyógyászatnak is hívnak, ezek közül néhányat felsorolok, csak hogy értsük, hogy miről van szó. Hát itt jelenik meg a homeopátia, a jóga, a meditáció, a reflexológia, a spirituális gyógyítás és sok minden más. Ez csak egy része, amit felsoroltam, ennyi sokkal bővebb és tágabb ez a kategória. Az, hogy ezeknek milyen a társadalmi és ökológiai beágyazottsága, nem lehet olyan egyértelműen megállapítani, mint az előző két gyógymóddal kapcsolatban, mert a legkülönbözőbb helyeken és formákban alkalmazzák ezeket, hol a lakásokban, otthon, családon belül, hol magánintézményben, hogy állami intézményekben. Tehát ez egy sokkal részletesebb és differenciáltabb kérdés, hogy erről egyértelmű megállapodást tegyünk, ezért azt mondom, hogy ezeknek a ökológiai és társadalmi beágyazottsága változó. És három különböző gyógymód összehasonlítására tettem egy ilyen kísérletet. Az orvostudománynál tudjuk, hogy a természettudományi módszerek használják, úgyhogy hogy mennyire eredményes, mennyire hasznos. A népi orvoslásnál és az alternatív gyógymódoknál ez nem lehetséges, más módszerek vannak, nincs akkora apparátus, nincs akkora pénz, hogy ilyen vizsgálatokat megtegyenek, és ezért a társadalmi tapasztalat az, ami valami fajta segítséget ad nekünk ahhoz, hogy megértsük, hogy azok hatékonyak, eredményesek-e, hasznosak-e vagy társadalom számára, vagy nem. És fontosnak tartom azt, hogy mondjuk ezeket a gyógymódokat tágabb összefüggésben is megvizsgáljuk, az ökológiai és a közgazdasági, mert a demográfiai kérdéseket, például hogyan hatnak a korfa alakjának a változására, és például azt is, egy karantén helyzetben melyik gyógymód mennyire használható és mennyire segítheti a társadalom életét. A társadalmi tapasztalatról hoztam két eredményt, európai kutatások folytak már ezzel kapcsolatban a 2010-es évek elején, erről csak röviden annyi, hogy nagy mértékben nő az alternatív gyógymódok használata az európai országokban. Ábra egy adatfelvétel eredménye, egy 14-ben végzett szociológiai kutatásnak az eredménye, 21 országban kérdezték meg az embereket, hogy az elmúlt 12 hónapban felkerestek-e alternatív gyógyászattal foglalkozó szakembereket, és látjuk, hogy az európai társadalmakban több mint 30%-a, egy harmada felkereste az embereket, kiválasztottam azokat az országokat, ahol a legnagyobb arány, azt az öt országot a legnagyobb arány, a látogatottság, látjuk azokat az országokat, és azokat a sor végére azokat tettem a legalacsonyabb, és hát láthatjuk, hogy Magyarországon 15,5% volt ebben a felmérésben ezeknek az embereknek az aránya. Hát végül is az előadásom végén két ábrában az összefoglalás, mit lehet tenni ebben a helyzetben, amikor tudjuk az egészségügyi intézményeknek is, milyen kihívásokkal kell szembenézni. Az első és a legfontosabb az, hogy próbáljuk meg az egészségügyi intézmények ökológiai terheinek csökkentését elérni, hát erre említettem azt a példát az Egyesült Királyságból. A következő
az, ami számos egészségügyi koncepcióban is megjelenik, de ökológiai szempontból ezt tovább lehet vinni, hogy minél alacsonyabb szinten történjen az ellátás, hiszen annál kisebb az ellátásnak az ökológiai terhe, tehát a kórházakból jobb, ha a szakrendelőbe kerülnek a ellátásra betegek, a szakrendelőhez kellemes, jobb, ha a házi orvos látja el őket, és ennek a negyedik szintje, amiről keveset szoktak beszélni, de ökológiai szempontból és szociális szempontból is fontos, hogy az otthoni ellátás is része a gyógyító tudásnak és az ellátásnak, tehát ezt lehet javítani és erősíteni. A következő gondolat, hogy a természetet kevésbé terhelő gyógymódok alkalmazása, nyilván az alternatívák átgondolása, lehetőségek átgondolása, de sok helyen vannak ilyen fajta választási lehetőségek, ez fontos lenne, hogy ez is egy szempont legyen a gyógyítás során. Van két olyan fogalom, amit most nem tudok bemutatni, csak itt érdekel, felhívom rá a figyelmet, mint az orvostársadalom dolgoz ki a helyzet átgondolására, megoldására, javítására. Az első az ökológiai medicína megjelenése, a másik az integratív medicína, amely az orvostudomány és az alternatív gyógymódok együttes használatát tűzte ki célul. És a végül az, amit az előzőben említettem, hogy a terheket úgy lehet leginkább csökkenteni, az egészségügyi ellátás terheit, ha a társadalom egészen fokozatosan részt vesz a gyógyító feladatok ellátásában. És végül a záró diám, ezt felolvasom, mert ez egy fontos gondolatnak tartom, hogy milyen lehet a jövő társadalom és a jövő gyógymódja. Sok kutató és sok az ökológiai válságról gondolkodó ember jutott arra a következtetésre, hogy a fogyasztói társadalom keretei között az ökológiai válságra és a klímaváltozásra nem adható érdemi válasz. Erről szól a Klímaparadoxon című könyvem. Ezekre a kihívásokra egy olyan öko- és klímatudatos társadalom kialakítása az érdemi válasz, aminek az egyik alapelve a következő, a természet határait nem lehet átlépni. És ez nem csak a gazdaságra vonatkozik, a közlekedésre, hanem a gyógyító tevékenységekre is. Ezért a jövő gyógymódja más lesz, mint a jelenleg domináns helyzetben lévő gyógymód, és erre a változó változásra érdemes már most felkészülnünk. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük Antazé Lászlónak az értékes gondolatait, illetve nagyon pontosan tartotta az időt, természetesen azt is. És most megadnám a lehetőséget a résztvevőknek, hogy kérdéseket tegyenek fel. Kérem, jelezzék ezt a készfeltétellel, vagy nyugodtan közben is szólhatnak. Rendben. Akkor amennyiben nincs kérdés, akkor megkérem Antalzi Lászlót, hogy a megosztást most vegye le. És következő előadónknak megadom a szót, hogyha nincsen kérdés. Kérem akkor, hogy Buszuszu Nóra tartsa meg előadását, az éghajlatváltozás hatásai az akut kardiovaszkuláris betegségekre, az egészségügyi rendszer reziliencia fejlesztésének fontossága címmel. Én szeretettel köszöntök mindenkit a konferencián, és nagyon szépen köszönöm az előadásra való lehetőséget. Most megosztanám akkor az előadás anyagomat. Szeretném kérdezni, hogy sikerült-e? Egyelőre még nem látjuk. Én akkor egy kis türelmet szeretnék kérni. Most esetleg? Még nem jelent meg. Elnézést kérek a technikai problémáért. Semmi probléma. Most kezd talán. Igen. Még nem.
Most látjuk az ön asztalát, gondolom. Igen, igen, és... Na. Most kérdezném, hogy megjelente. Most elvileg én úgy látom, hogy megosztásra került. Most egy az ön Teams felületét látjuk jelenleg. Jelenleg is még csak a Teams felület látszik? Igen. Akkor egy kis segítséget kérnék, mert elvileg... Igen. Megnyitotta a prezentációt, és lent van esetleg a tálcán? Most talán lesz valami. Igen. Megosztás gombra kattintva elvileg feladja a megnyitott programokat, és úgy lehet kiválasztani az adott előadást. Igen, most elvileg nálam ismét úgy látszik, hogy meg van osztva. Sajnos mi még nem látjuk. Továbbra is egy böngésző ablakot látunk talán, vagy valami ilyesmit, hogyha esetleg azt leteszi a tálcára és felnyitja az előadást, akkor lehet, hogy meg fogjuk látni. Most esetleg? Most semmit. Jó, akkor elnézést kérek a technikai fennakadásért. Lehet, hogy akkor átadnám a következő előadónak a lehetőséget, és akkor megpróbálom megoldani. Jó, rendben. Azt is lehet, hogy elküldi nekem e-mailben közben az előadását. Jó, akkor azt fogom. Gondolja. Jó, akkor az e-mail címemet tudja. Vagy mondjam. Elkérném, hogyha lehet, köszönöm. Selmeci.pal CZ-ve. Igen. kukac.mbfs.gov.hu. Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor azt fogom tenni, és akkor átadnám a lehetőséget a következő előadónak. Rendben. Akkor én megkérem Szalóci Zsoltot, hogy szíveskedjen megtartani a klímaváltozás hatásaira történő vállalati felkészültség mérésére alkalmas EVSI Index koncepciója és felhasználásának lehetőségei című előadását. Köszönöm szépen. Én is osztok. Viszont nem látom, hogy ez megtörtént-e. Kérnék szépen egy biztos. Mi látjuk az előadását. Rendben, köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Az előadásomban az éghajlatváltozásra történő felkészültség mérhetőségének fontosságára szeretném felhívni a figyelmet, és bemutatni egy erre alkalmas koncepciót. Szalóci Zsoltnak hívnak, fizikusként végeztem az ELTE-n, immár 34 évvel ezelőtt, és az azóta eltelt idő döntő részét az üzleti világban töltöttem. A klímaváltozás témakörei már negyedik éve kötle szinte teljes mértékben, és mára megértettem, hogy mennyire gyorsak azok a klímafolyamatok, amelyek már az én korosztályom számára is egzisztenciális kockázatokat hordoznak. Sokszor elgondolkodom azon, hogy vajon miért nem látja mindenki, hogy mennyire kevés az az idő, ami a cselekvésre még rendelkezésünkre áll. Éppen ezért kollégáimmal azon is dolgozunk, hogy minél többen ismerjék meg a klímaváltozással kapcsolatos gyorsan növekvő kockázatokat. Egy üzleti vállalkozás a KESZI ZRT keretében fejlesztjük a Cassandra programot, amelynek célja a klímaváltozás hatásaira történő felkészülés támogatása.
Hunyadi Mátyás ökológussal és Tumpiro Balázs alkalmazkodás kutatóval együtt végezzük a Cassandra program keretében zajló fejlesztő munkát. Az első kérdés, ami felmerülhet önökben, hogy miért fontos egyáltalán egy olyan mutatószám, amely egy vállalati felkészültség szintjét méri a klímaváltozás rendkívül összetett és nagyrészt kiszámíthatatlan következményeire. A klímaváltozás hatásainak kezelésére lényegében két lehetőségünk van, a mitigáció és az adaptáció. Bármelyikről is beszélünk, a tényleges cselekvéshez tervek, a tervezéshez célok, a célok megfogalmazásához mérhető konkrétumok kellenek, a végrehajtáshoz pedig alkalmas eszközök és persze szándék is. A mitigáció frontján egyelőre vesztésre állunk, okulásod érdemes elemezni, mi is történt. 30 évvel ezelőtt kifejeztük a célt, amely tartalmazott konkrétumokat is, a cselekvési tervek azonban nem voltak eléggé átgondoltak, a szándékok komolysága még ma is megkérdőjelezhető, a végrehajtáshoz pedig azóta sincs elegendő eszköz. Közel 30 évnyi törekvés, és itt a törekvés ott nagyon is zárójelbe kell tennünk, nem ért el lényegében semmilyen érdemi eredményt. A megfogalmazott célok ellenére az üvegházgázok kibocsátása exponenciális pályán növekedett. A széndioxid kibocsátás szorosan összefügg a civilizációnk exponenciálisan növekvő energiaigényével, ezért legfeljebb azt állapíthatjuk meg, hogy a gazdasági növekedés igénye nagyobb prioritással bírt, mint a megfogalmazott mitigációs célok elérése. A levegőben lévő széndioxid tartalmának növekedése persze egyenes következménye a növekvő karbonlábnyomunknak, emiatt nem meglepetés, hogy a széndioxid szint folyamatosan új csúcsokra tör, és szintén exponenciális pályán halad. Április 3-án először haladta meg napi átlagban a 420 ppm-et, amely egy nagyon sok szempontból figyelemre méltó új rekord, amely azóta már meg is dőlt, április 8-án már ennél nagyobb 421,36 ppm-et mértek. Mérjük a többi üvegházgáz koncentrációját is a levegőben, ezek szintén dinamikusan növekednek, ma már több mint 500 ppm-nyi széndioxid ekvivalens üvegházgáz van a levegőben, és meredeken emelkedik. Ezek együttes többletmelegítő hatása pedig már most meghaladja 3 watt per négyzetmétert. Az IPCC másfél fokos külön jelentése részletesen taglalta, immár 2,5 évvel ezelőtt, hogy a sikeres mitigációhoz radikális változásokra van szükség. Ha nem változtatunk, vagy nem elég radikálisan változtatunk, akkor a gyorsan növekvő klímahatások okoznak majd gyökeres változásokat. A jelenlegi mitigációs klímacélok azonban sem nem elég radikálisak, és nem is kötelezőek. És egyelőre nem látom, hogy megindultak volna azok a radikális változások, amelyekre az IPCC jelentés utalt. Hosszasan sorolhatnánk fel a mitigációs törekvéseink kudarcához vezető különböző okokat. Az én véleményem szerint a meghatározó ok ezek közül a valódi szándék, az igazi motiváció hiánya lényegében minden szinten. A mitigáció ugyanis csak nemzetközi összefogással lehet sikeres, ha a közös cél érdekében mindenki minden szükséges áldozatot meghoz, és ebben nem a többiekhez méri magát, hanem a mindenkori lehetőségeihez. Ha pedig ezt valaki önként nem tenné meg, akkor erre a többség képes rákényszeríteni. Azonban, ha mindenki csak az áldozathozatalt látja a mitigációban, akkor ez így mindenki számára lose-lose szituációként jelenik meg. Fontosnak tartom ezért a tudományos klímakommunikációban hangsúlyosabban szerepeltetni, hogy az áldozathozatalra azért van szükség, mert olyan globális katasztrófa felé haladunk, amely az egész emberiség sorsa válik kérdőjelessé, és ennek elkerülése érdekében minden áldozathozatal indokolt és szükséges is. A mitigáció sikertelenségét felismerve a klímaadaptáció egyre hangsúlyosabban jelenik meg minden szinten. Többen megfogalmazzák már, például az ENSZ környezetvédelmi programjának vezetője is, hogy legalább olyan nagyságrendű támogatást és figyelmet kell szentelni az adaptációnak, mint a mitigációnak. Az is nagyon jó, hogy ez már nem csak a szavak szintjén szereplő téma, de megjelenik az uniós finanszírozási politikákban is. Hiába lesz azonban forrás az adaptációra, ez még önmagában nem garantálja majd a valódi eredményeket a klímaváltozás elleni harcban. Ne feledjük el, hogy nem csak a mitigációt, de az adaptációt is lehet rosszul csinálni. Az adaptációnál pedig még a célok kitűzése sincs meg, hiszen ott tartunk, hogy nem is tudjuk pontosan, mit mérjünk, mit mérhetünk a sérülékenységgel és a felkészültséggel kapcsolatban.
Az adaptáció esetében hibákat már nem követhetünk el, hiszen csak ez a két lehetőségünk van a klímaváltozás kezelésére, a mitigáció és az adaptáció. A mitigáció hosszú távú sikerességében természetesen reménykedhetünk, és egyértelműen ezért a célért is el kell követni mindent. De ma már komolyan számolnunk kell annak kockázatával, hogy a nagy nemzetközi összefogás még sokáig a szavak szintjén marad, miközben vészesen fogy az időnk. A mitigációval szemben az adaptáció azonban lehet sikeres lokálisan is. A különböző hatások eltérő módon érintenek mindenkit, és a hatékony alkalmazkodás akár versenyelőnye is fordítható. Így a sikeres alkalmazkodás lényegében eredményességi és versenyképességi kérdés is, akár egyéni, akár szervezeti, akár országos szinten tekintjük. Harca jobb pozíciókért, a csökkenő erőforrásokért, a fennmaradásért és a túlélésért. Nem tekinthetünk azonban teljesen lokális kérdésként az adaptációra, hiszen mindenki kapcsolódik másokhoz is. Ha fontos kapcsolt felek nem ismerik fel a saját érdekeiket, és egyáltalán nem, vagy nem sikeresen készülnek fel a klímaváltozás hatásaira, az is hatalmas kockázatot jelenthet. Ha egy családban nem mindenki támogatja az adaptációs törekvéseket, akkor vajon lehet-e az családi szinten sikeres? Ha egy vállalatban megoszlanak a vélemények arról, hogy kell-e ezzel egyáltalán foglalkozni, akkor hogyan tehető a vállalati klímaadaptáció sikeressé? Ha egy vállalat törekszik ugyanaz eredményes klímaadaptációra, de a beszállítói vagy a vevői nem, és emiatt azok sérülékenyek maradnak, akkor összességében nevezhetjük-e sikeresnek a vállalati felkészülést? Ha egy ágazati szektor szereplőinek többsége nem próbál az alkalmazkodás érdekében lépni, hogyan befolyásolják ezzel az egész ágazat sérülékenységét? A vállalatokkal kapcsolatban elmondható, hogy a többségük még nem ismerte fel a klímaváltozásban rejlő kockázatok igazi nagyságrendjét, ami már önmagában is egy komoly probléma, amin sürgősen változtatni kell. De a vállalati klímaadaptáció kapcsán jól megfogalmazható célokkal és mérhető paraméterekkel sem vagyunk bőségesen ellátva. Honnan fogja tudni egy vállalati vezető, hogy a vállalatának adaptációs törekvései eredményesek, ha nem képes mérni azokat? Honnan tudja majd egy egész iparágat képviselő szervezet, hogy milyen az iparági szereplők felkészültségi szintje? És sorolhatnám tovább a hasonló és egyelőre megválaszolatlan kérdéseket, de azt hiszem, hogy elég sok kérdést tettem már fel, ideje, hogy megpróbáljak némelyekre válaszokkal is szolgálni. A CASZI ZRT válasza a Cassandra program, amelynek célkitűzése egy olyan komplex folyamat kidolgozása, amelyel a klímaváltozással kapcsolatos vállalati kockázatok kezelhetővé válnak. Ehhez pedig a klímaadaptáció folyamatát össze kell vonni a vállalat egyéb kockázatainak kezelésével. A vállalati kockázatmenedzsment területén mi a COSZO vállalati kockázatmenedzsment keretrendszer mellett tettük le a voksot, mivel annak 2017-es kiadásában már nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kockázatok kiszámíthatatlanságára, és arra, hogyan lehet válaszokat adni a gyorsan változó, komplex és nehezen tervezhető jövő kihívásaira. A módszertan fontos üzenete, hogy a vállalati kockázatkezelés sikeressége szempontjából elsődleges tényező, hogy megvan-e a szervezetben a dinamika, a döntési képesség és a teljes szervezeten átívelő megértés és rugalmasság arra, hogy a gyors változásokra gyorsan legyen képes reagálni a szervezet. Ehhez új vállalati szemléletmód és irányítási rendszer is szükséges. Csak ha ezek már megvannak, akkor érdemes belevágni a kockázatkezelési stratégia megalkotásába, melyben elengedhetetlen, hogy olyan célok kerüljenek kitűzésre, amelyek megvalósulása mérhető is. Az EVS Index koncepció gondolatát és elméleti megalapozását számunkra ez a publikáció adta, mely három koreai szerző munkájaként 2019. márciusában lett közzétéve. A szerzők széleskörű áttekintést nyújtanak a vállalati versenyképességgel és a klímaváltozás vállalati hatásaival foglalkozó szakirodalomról és a vállalatok klímakezelési folyamatának mérésére rendelkezésre álló eszközökről. A publikációt egy a vállalati teljesítmény mérésre régóta ismert és alkalmazott eszköz, a Balanced Scorecard koncepció alkalmazását veti fel, amely nem csak a kvantitatív, hanem a kvalitatív teljesítmény mérésére is alkalmas, és egyben stratégiai teljesítménymenedzsment rendszer,
és vállalati innovációs eszköz is. A Balance Scorecard 4 egymással összefüggő és kiegyensúlyozott dimenzióban méri a vállalati teljesítményt. Ezt a koncepciót használták már a fenntarthatóság menedzsment területén is, és mi is erre a koncepcióra épülve dolgoztuk ki az EVS-i keretrendszerét. A következő diákon röviden bemutatom a 4 dimenzió kapcsán vizsgálandó területeket, és példaként néhány felhasználható mutatószámot is, melyek a célok és a felhasználás érdekében dinamikusan változtathatók. A pénzügyi és karbonlábnyom dimenzióban kapnak helyet a klímaváltozás kapcsán már megszokott teljesítmény arányos mutatószámok. Ezek részben mitigációs mutatók, de egyben azt is jelzik, hogy milyen függőségben áll a vállalat a fosszilis energiaforrásoktól. Így ez a dimenzió a múltbeli adatokat elemezve megmutatja, hogy mennyire volt képes a vállalat sikeres, felkészült és egyben felelősségteljes is lenni. A tanulási és fejlődési dimenzióban a vállalat klímaadaptációval kapcsolatos elköteleződése mérhető. Megmutatja, hogy a vállalat mennyire akar és mennyire képes a dinamikus alkalmazkodásra. Kijelöli az irányt, hogy mit kell tenni a szervezeti tanulás, illetve az innováció érdekében azért, hogy képessé váljon a folyamatos változásra. A belső folyamatok dimenzióba olyan mutatószámok kerülnek, amelyeken keresztül a fontos mitigációs és adaptációs célok meghatározhatók és megvalósulásuk mérhető. A vizsgált mutatók mentén jelöli ki az irányt a vállalat belső folyamatainak fejlesztésére. A stakeholder dimenzión keresztül pedig a külső érdekelt felekhez történő viszonyulás többnyire minőségi céljait fordíthatjuk mérhető számokká. A mai komplex világban egyedül, befelé fordulva nem lehet sikeres egy vállalat, még a klímaadaptáció területén sem. A klímahatásokkal foglalkozó kutatások és előrejelzések jellemzően területi fókuszúak. Egy vállalat, egy ágazat, de egy egész ország sem koncentrálhat csak arra a területre, ahol működik, hiszen kapcsolatai révén a világ bármely területén bekövetkező klímaesemény is jelentős hatással lehet rá. Gondoljunk csak a pandémia kitörésének időszakára, a kínai kormány gyorsan lezárta a wuhani térséget, és ennek a lezárásnak az eredményeképpen hosszú időre leállt a kínai áruforgalom. Emiatt számtalan európai vállalat bénult le hirtelen, miután felérte árukészleteit, amely, mint tudjuk, a just-in-time gyártási rendszerekben egyre kisebb. Az EVS-i rendszere egy olyan keret, amely felhasználásának függvényében, adattartalmában és azok súlyozásában is változtatható. De mire is használható egy összetett mutatórendszer? Bármely vállalat használhatja ezt a rendszert saját célkitűzéseinek belső megfogalmazására és a célok megvalósulásának folyamatos mérésére. Ugyanakkor ezen keresztül megfogalmazhat elvárásokat a saját beszállítói felé is. De ágazati vagy országos felmérésekhez, szabályozás céljára, vagy akár célszámokhoz társított motivációs eszközként is felhasználható. Gyorsan változó világunkban nagyon fontos, hogy legyenek olyan adatsoraink a klímaváltozás és a klímaadaptációs felkészültséggel kapcsolatban is, amelyekkel az adaptációs folyamatok sebességét és irányát is nyomon lehet követni. A mitigáció után az adaptáció következő, de egyben utolsó fegyverünk is a klímaváltozás elleni harcban. Úgy vélem, a klímaadaptációval már most jelentős késésben vagyunk, és vészesen fogy az időnk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük Szalóczi Zsoltnak az előadást. Ismét kérdezem a résztvevőinket, hogy van-e esetleg kérdés az előadóhoz. Jolánkai Márton jelentkezik. Márton, hallgatunk, jelenleg még lenémítva vagy. Igen, jó napot kívánok, Jolánkai Márton vagyok, én lennék az egyik szekció felelős, csak elnézést kérek a késői becsatlakozásért, csak éppen órám volt az egyetemen, de mostantól majd egy darabig majd megint remélem nem fog visszaélni,
Selmeci Pálnak a türelmével és az idejével, hogy be tudok neki segíteni. Az előadással kapcsolatban viszont hát az előző kettőt nem hallottam, nagyon sajnálom, de majd vissza fogom nézni nyilvánvalóan a megfelelő videóból. Az előadással kapcsolatban nekem az a kérdésem, hogy miért gondolták korábban a politikusok, hogy a mitigáció az egy egyszerű dolog, mint az adaptáció. Holott már eleve egy átlag ember szempontjából is szinte borítékolható lett volna a sikertelenség. Ha erre nekem kell válaszolni, akkor sajnos... Igen, azért. Igen, akkor sajnos provokatív a kérdés, de... Igen, szóval, hogy én nem vagyok politikus, úgyhogy nem biztos nekem kéne címezni, de ahogy elmondtam, ugye azt az ideát kergetjük a mitigációval, hogy ezt egy nagy nemzetközi összefogás keretében majd meg fogjuk tudni oldani, miközben mindenféle ellen érdekel, tehát ennek igaza van, ez egy eleve egy elég... nehéz ezt mondani, de valójában azt gondolom, hogy halálra ítélt kérdés, nem valószínű, hogy meg fog valósulni ez a nagy összefogás, pontosan az eltérő érdekek miatt, és pontosan részben amiatt is, mert ugye versenyképességi kérdése is tehető az egész klímaügylet. Lássuk például mondjuk az északi részek iránt elindult harcot, ugye Oroszország, Amerika, majd ott olajat fogunk találni. Ugye még mindig az a kérdés, hogy majd olajat fogunk találni a felolvadó jég alatt, és nem az, hogy mennyire kéne pánikolnunk amiatt, hogy olvad a jég, és megváltozik az albedó, és ennek milyen hatalmas hatása lesz. Köszönöm szépen. Bál, ez én köszönöm lesz. Szépen. Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, akkor ugye itt felcserélődött két előadás egy technikai probléma miatt. Én most megosztom Buszuszu Nóra előadását. Most... most akkor Nóra, ön is megosztotta? Igen, itt vagyok, és szeretném kérdezni, hogy most sikerült-e megosztanom, mert próbáltuk helyrehozni. Én nem látom. Nem látjuk, de megosztom én, hogyha gondolja. Jó, most sikerült akkor ezek szerint. Megvan. Jó. Most látszik? Mi látjuk, igen. Jó, és akkor az általam vagy az ön által megosztott? Csak az én általam megosztottat látjuk szerintem. Jó, rendben. Jó, akkor elnézést kérek még egyszer a technikai problémáért, és még egyszer szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőket, köszönöm a lehetőséget. Dr. Buszuszu Nóra vagyok, és előadásomban az éghajlatváltozás akut kardiovaszkuláris betegségekre tett hatásairól és az egészségügyi rendszer reziliencia fejlesztésének fontosságáról szeretnék beszélni. És akkor szeretném kérni a következő diát. Én most nem tudok hozzányúlni sajnos. Most látszik? Nem, még mindig a címnél vagyunk. Pedig már léptettem. Megjött. Most? Megvan. Köszönöm szépen. Jó. Egy idézettel szeretném kezdeni az előadásomat. Az ember a természettől függ, de a természet is függ tőle. A természet alkotta őt, ő pedig átalakítja a természetet. Anatole France-nak a sorai úgy gondolom, hogy a világirodalomban az egyik legszebb megfogalmazása annak, hogy szimbiózisban élünk a természeti környezetünkkel. Köztudott, hogy minden ember általi tevékenység lenyomatot képez az ökoszisztémán. A természeti környezet változásai pedig hatással vannak az egyén egészségi állapotára. Ezek a változások így összességében egy új földtörténeti kort határoztak meg, az antropocén korát. Ebben a korban napjainkban már egy circulus viciosus folyamatba léptünk be, és ezen a folyamaton belül a legjelentősebb egészségügyi hatással a klímaváltozás bír. A következő dián
szeretném bemutatni, hogy a természeti környezetünk emberi tevékenységek miatt bekövetkezett változásai, ugye, mint a dián is látható, a kördiagramnál számos úton hatnak az egészségünkre. A Lancet Commission, az éghajlatváltozási kormányközi testület és az egészségügyi világszervezet három fontos megállapítását szeretném ez mellett ismertetni. A 21. században a legnagyobb egészségügyi kihívás a klímaváltozás. Az extrém időjárási tényezők gyakorisága nő, mely leginkább a szív- és érrendszeri betegségek számát érinti, és ezeket a betegségtípusokat emeli. Az éghajlatváltozással kapcsolatos egészségügyi kutatások pedig kiemelten jelentősek. A klímaváltozásunk hatására a következő dián látható, hogy változnak az atmoszferikus kondícióparaméterek. A légköri paraméterek az emberi szervezet állandó közegét jelentik, ugye ezt mindennapjainkban is tapasztaljuk, és ezek változásai közvetlen hatással vannak a szervezetünkre. Az evolúció során kialakult az emberi szervezet megfelelő adaptációja az időjárás változásokhoz. Azonban ez az adaptációs készség nem szabad elfelejtenünk, hogy egy nagyon finoman és szűk határok között mozgó szabályozó rendszert jelent a szervezetünk tekintetében, és ez a több ezer év alatt kialakult adaptációs mechanizmusok eredményeként tekinthető. Jelenleg napjainkban az emberi szervezet a klímaváltozás hatására létrejövő, egyre gyakrabban előfordulási képet mutató extrém légköri paraméterekhez azonban még nem adaptálódott megfelelő mértékben. A megfelelő adaptációs mechanizmusok a megváltozott éghajlathoz nem minden esetben elegendőek sajnálatos módon. Ezért emelkednek egyes betegségek morbiditási, illetve mortalitási rátái is. Leginkább a szív- és érrendszeri betegségek vonatkozásában beszélhetünk erről. Ugye a kardiovaszkuláris betegségek jelenleg a világvezető halálokai közé tartoznak, rendkívül nagy mértékű halálozási mutatóval, évente mintegy 17-18 millió haláleset következik be. Ez az össz globális mortalitási számnak a 30%-át jelenti. Fejlett országokban a mortalitás 50%-áról beszélhetünk, és a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában major és minor rizikotényezők vesznek szerepet. A major rizikotényezőkről ugye mindenki hallott már, ide tartoznak többek között a hipertónia, a diabétesz, különböző életmódbeli befolyásoló tényezők. Azonban minor rizikotényezőnek tekinthetjük az atmoszferikus paramétereket is. Az atmoszferikus paraméterek, mivel napi szintű egészségügyi hatást jelentenek, ezért nagyon kifejezett jelentőséggel bírnak a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásában, illetve ellátásában egyaránt. A következő dián szeretném bemutatni, hogy klinikai kutatásunkat ezzel kapcsolatban a Semmelweis Egyetemen a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán végeztük 2013 és 2019-es évek közötti időintervallumban. A vizsgálatunkba bevontuk az összes klinikán megfordult akut szív- és érrendszeri betegségekkel felvételre került eseteket. Az esetszám 6499 főt tett ki. Kutatásunk célja az volt, hogy az atmoszferikus paraméterek minor kardiovaszkuláris rizikotényező szerepét bizonyítani tudjuk. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy kialakítsunk egy konkrétan Magyarországra vonatkozó lokális álláspontot ebben a témakörben. Új kardiovaszkuláris prevenciós stratégiák kidolgozását kezdtük el, illetve fókuszba vontuk kutatási eredményeink konklúziója alapján a fenntartható egészségügy működésének minél inkább való előmozdítását. A következő dián eredményeim láthatóak. Vizsgálatunk során kimutattuk, hogy a kardiovaszkuláris minor rizikó tényezők különböző atmoszferikus meghatározott paraméterek. Detektáltuk, hogy 50-75%-kal emelték ezek a légköri tényezők a szív- és érrendszeri morbiditást. Ezen kívül nemzetközi szakirodalomban újnak számító eredményként sikerült publikálnunk, hogy meghatározott atmoszferikus kondíció komplexek, tehát a légköri paraméterek együtthatásai 30-46%-kal emelték
a szívesejrendszeri rendszerek morbiditását. Mindezek mellett detektálásra kerültek atmoszferikus vulnerabilitást mutató szubpopulációk. Ennek abban van rendkívül nagy jelentősége, hogy a meghatározott mellék, illetve társbetegséggel rendelkező egyének fokozottan érzékenyek a különböző légköri paraméterekre. Kimutattunk hemosztatikus és inflamatorikus laborparaméterváltozásokat is, szintén meghatározott légköri paraméterek mellett, illetve identifikáltunk timelag effekteket Magyarországra vonatkozóan, ami azt jelenti, hogy a különböző légköri paraméterek egy meghatározott időelcsúszás hatással tudták kifejteni a szívesérrendszeri morbiditás emelő számukat. Tehát összességében elmondható, hogy a kutatásunkban kimutatott kardiovaszkuláris hatással bíró légköri paraméterek mindegyike jellemzően olyan faktor volt, mely az éghajlat változás következményeként változott meg az utóbbi időszakban. A hatások az atmoszferikus paramétereken keresztül, különböző patológiás útvonalakon keresztül érvényesülnek. Ezeket időhiányában most nem ismertetném részletesen, de beraktam az előadásban, és az érdeklődők utólag vissza tudják tekinteni ezeket a hatásokat. Az eredményeinkben gyakorlatilag meghatároztuk vizsgálatunk végén, hogy minden olyan kardiovaszkuláris rendszerbeli változást, vagy meglévő kardiovaszkuláris betegség állapotromlásával, és vagy új kardiovaszkuláris betegség kialakulásával járó állapotot, ami egyértelműen kapcsolatba hozható ugye atmoszferikus paraméterváltozásokkal, összességében kardiometeorológiai szindrómaként tudjuk meghatározni. A következő dián szeretném ismertetni, hogy napjainkban sajnos be kell ismernünk, hogy eredményeinktől függetlenül az egészségügyi rendszer jelentős paradoxonnal működik, ugye a természetvédelem és a környezetvédelem hiányával, melynek egészségkárosító hatása van. A véleményünk szerint az egészségügyi szektornak a természeti környezet iránti felelősségvállalással mindenképpen együtt kell működnie. Az egészségügyi világszervezet is erre reflektálva jelentette ki egy deklarációjában, hogy a klímaváltozás elleni tevékenységek nem csupán nemzetközi egyezmények vagy gazdasági döntések halmazát jelentik, hanem mindinkább egy olyan döntést arra vonatkozóan, hogy milyen minőségű ökoszferikus környezetet szeretnénk megteremteni a jövőben. Napjainkban a klímaváltozás egészségügyi hatásai még nincsenek megfelelő mértékben az orvostudomány mindennapi fókuszában, ezért a szív- és érrendszeri betegségekre Magyarországon tett kutatási eredményeink alapján hivatalos orvosi prevenciós guideline-ok bevezetését szeretnénk szorgalmazni, illetve erre dolgoztunk ki ajánlásokat, és mindemellett a fenntartható egészségügy működési szervezetét szeretnénk szorgalmazni hazánkban. A fenntartható egészségügy ugye egy olyan rendszer, ami fejleszti, fenntartja vagy helyreállítja úgy az egészségügyet, hogy közben minimalizálja a negatív környezeti hatásokat egyaránt. A következő dián arra vonatkozó kutatást szeretnék bemutatni, hogy az egészségügy klímalábnyoma 4,4%-os. Ez a nettó globális üvegházhatású gáz kibocsátásnak a jelentős részét jelenti. És hogyha az egészségügyi szektort gyakorlatilag egy országnak tekintenék, akkor az egészségügyi működés lenne az ötödik legnagyobb kibocsátója a világunknak. Ezen belül az egészségügyi kibocsátási területek között a legjelentősebb veszélyt az áram, a gáz, a hűtés, fűtés, generálás és eloszlás nem megfelelő működése jelenti. A konklúzióként elmondhatjuk, hogy a globális klímaváltozás hatására változó atmoszferikus paraméterek szív- és érrendszeri minorrizikó tényezőnek tekinthetőek. Ezáltal a természeti környezet védelme gyakorlatilag saját egészségünk védelmét jelenti. Hogyha a klímaváltozás ellen való intézkedéseket nézzük, akkor kutatócsoportunknak egyik kiemelt célja, hogy fókuszba hozza azt, hogy az orvosi egészségügyi intézkedés
veszélyeseknek is tekinthetőek ezek a klímaváltozás elleni tevékenységek. A munkacsoportunkon belül minden nap igyekszünk olyan lépéseket tenni, hogy az orvosi és kutatói tevékenységünk a klímavédelem jegyében történjen meg. Tevékenységeink között többek között szerepel az, hogy megjelenés alatt van kardiometeorológiai szakkönyvünk, amely az előadásomban említett kutatási eredményeinket tartalmazza részletesen, illetve ezeket az egészségügyi kidolgozott prevenciós stratégiákat. Ez mellett részt vállalunk a felsőoktatási képzésben is, hogy a jövő egészségügyi szakemberei már egy új szemléletű, fenntartható működést képviseljenek, illetve Hecate Healthcare Capability Terminál alapítványunkkal lakossági edukációt végzünk. És most rendkívül nagy örömünkre szolgált, és nagy örömmel fogadtuk azt, hogy a Magyar Éghajlatváltozási Testület is megalakult, és várjuk, hogy ebben a fontos munkában is részt tudjunk majd vállalni. Az előadásom végén útravalóul egy idézetet szeretnék adni. A védelem jobb, mint a gyógyítás, a pajzs nemesebb, mint a lándzsa. Ez Oliver Wendell Holmes kardiológus professzor gondolata, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jól virágít rá arra, hogy a prevenciónak milyen nagy jelentősége van, és arra, hogy a klímavédelmet egészségügyi prevencióként is kell kezelnünk. És nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönjük az előadását. Kérdezem, hogy van-e esetleg valakinek kérdése az előadóhoz. Pádi Anna jelentkezik. Meg is adom a szót. Köszönöm szépen. Lehet hallani? Igen, halkan, de halljuk. Igen. Köszönöm szépen ezt az nagyon érdekes előadást, és nagyon örülök, hogy tudomást szereztem arról, hogy a Városmarjai Klinikán ilyen nagyon szép kutatás folyik. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi, ugye már Antal Zé László is említette az ő előadásában, az Egészségügyi Minisztérium felkérésére elkészítettük az éghajlatváltozás és egészségjelentést, amiben sajnos ezt a munkát nem tudtuk belefoglalni, mert ez is mutatja, hogy nem elég teljes az egyes kutatók közötti kapcsolattartás, de én azt szeretném felajánlani és kérni, hogy a jövőben működjünk együtt, és a további éghajlatváltozás és egészségjelentés felülvizsgálatába, tehát ennek a külön jelentésnek a megírásában nagyon jó lenne, hogyha ezeket az eredményeket, tehát a kardiometeorológia, illetve az egyetemi képzéssel kapcsolatos javaslataikat bele tudnánk foglalni, és egy egységes, sokkal szélesebb körű kiegészítést tudnánk elvégezni a következőkben, akár a külön jelentés, akár a konferencia témáját képező kiadvány elkészítése során. Úgyhogy köszönöm szépen. Én szeretném megköszönni professzor asszonynak a felkérését, és nagy örömmel csatlakozunk a munkához. Mindenféleképpen fel fogjuk venni a kapcsolatot. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a jelentésünk eljutott a munkacsoporthoz. Ajánlom szíves figyelmükbe ezt a igen nagy volumenű munkát, amiben foglalkozunk az egészségügy zöldítésével is, az oktatással is, de a minden további kiegészítést nagyon nagy örömmel és szívesen fogadunk. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Köszönjük a hozzászólást. Úgy gondolom, hogy ennek a konferenciának deklarált célja is, hogy ezeket a még esetleg hiányzó kapcsolatokat is megteremtse az egyes tudományterületek résztvevői között, úgyhogy ez mindenképpen üdvözlendő. Én annyi kérdést tennék föl még itt az előadással kapcsolatban, több vizsgálat is foglalkozik az emberi egészségre gyakorolt hatások területi különbségeivel, és hogy ezen vizsgálat eredményei mentén
Van-e meglátása szerint arra mód, hogy az egyes térségek eltérő adottságait is vizsgálni tudjuk, tehát a területi különbségeket esetleg ezen betegségekkel szembeni ellenálló képességben vizsgálni lehessen? Igen, mindenképpen van az ilyen jellegű vizsgálatokra lehetőség. Kutatásunk legfőbb célja is ez volt, hogy mivel az egészségügyi hatások a különböző régiókban eltérőek az éghajlatváltozással kapcsolatban, ezért elsődleges célunk volt az, hogy létrehozzunk egy konkrétan csak Magyarországra vonatkozó lokális helyzetfelmérést, és az eredményeink is rendkívül jól alátámasztották azt, hogy hazánkban nagyon sok olyan eltérő éghajlati jellemző, illetve atmoszferikus paraméter kondíció került kimutatásra, amely más országokban nem rendelkezett hasonló szív- és érrendszeri mutatókkal. És erre létre is hoztunk egy kollaborációs vizsgálatot Franciaországgal, és a Franciaországban végzett kutatásaink eredményét tudtuk összehasonlítani a magyarországi eredményekkel, és jelentős különbséget mutatott. És akkor jövőben erre még vannak terveink, hogy még több kollaborációval együttműködve tudjunk ilyen jellegű kutatásokat végezni. Köszönöm szépen. További kérdések esetleg felmerültek? Amennyiben nem, akkor meg is adnám a szót Somodi Imeldának, aki az éghajlatváltozás várható hatásának modellezése Magyarország növényzetére címmel fog előadást tartani számunkra. Köszönöm a szót, jó napot kívánok mindenkinek, akkor én is megpróbálom megosztani a képernyőt. Én is kérdezem, hogy sikeres volt-e? Igen, látjuk. Köszönöm szépen. Akkor tisztelt kollégák, kedves hallgatóság, a kutatásaink során Magyarország növényzetére, az éghajlatváltozás Magyarország növényzetére gyakorolt várható hatását vizsgáljuk. Bedefazekas Ákos kollégámmal együtt, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársaiként. Az előadás során a növényzet és az éghajlatváltozás kapcsolatát fogom először részletezni, ezután bemutatom kérdéseinket, a megközelítésünket, ahogy ezt a kapcsolatot, illetve a várható változásokat kutatjuk, módszereinket, bemutatom eredményeinket, mind az éghajlatérzékenység, mind a várható elterjedések, mind pedig a sérülékenység terén, és kitérek az eredmények tágabb jelentőségére, alkalmazási lehetőségekre, mind a hatásmérséklés, mind az alkalmazkodás és a tájtervezés terén. A növényzet fokozottan kitett az éghajlatváltozásnak, hiszen az éghajlati hatások azok közvetlen befolyásolják azt, hogy milyen karakterű növényzet képes megtelepedni, megélni egy területen. Ugyanakkor a növényzeten keresztül az éghajlatváltozás hatásai tovább gyűrűznek, először is az ökoszisztéma további részei felé, így érintve egyedi fajok túlélését, mind állat, mind növényfajokat tekintve, a fizikai környezet felé is tovább gyűrűznek, hiszen a növényzet jellege az hat az erózió mértékére is, például, illetve egyéb a fizikai környezetre gyakorolt hatása is van. És nem utolsó sorban az emberi életminőségre is hat az, hogy milyen növényzet tud kialakulni egy éghajlatváltozás mellett. Gondoljunk csak az árnyékolásra, de egyéb ökoszisztéma szolgáltatásokra is. Kutatásaink fő kérdése, hogy hogyan hat az éghajlatváltozás a növényzetre, ezen belül hogyan hat a meglévő állományokra, melyek a legérzékenyebb növényzeti típusok Magyarországon, hol vannak a leginkább sérülékeny állományok. Emellett azt is vizsgáljuk, hogy hogyan hat a tájak növényzeti potenciáljára, a lehetőségekre tehát, ezen belül a növényzeti típusok várható elterjedésére. A kutatásban a kérdések vizsgálatához vegetációmodelleket alkalmazunk, amelyek számszerűsítik az élettelen környezet és a növényzeti típusok megfigyelt elterjedése közötti összefüggéseket. Már önmagában a vegetációmodellek tanulmányozása segít azonosítani az éghajlat érzékeny növényzeti típusokat.
De amennyiben a korábbi éghajlati viszonyok helyett az éghajlatváltozási forgatókönyveknek megfelelő éghajlati viszonyokat használunk, a vegetáció modellek segítenek azt is megbecsülni, hogy milyen növényzet alakulhat ki, illetve milyen növényzet képes túlélni a forgatókönyveknek megfelelő éghajlati viszonyok között, és ezzel tulajdonképpen a potenciális természetes vegetáció becslést végezzük el a jövőbeli viszonyokra. Az így kialakuló, immár növényzeti forgatókönyvek alapján becsülhető az éghajlatváltozás várható hatása, az egyes állományok sérülékenysége, illetve a várható táji szerkezet. A modellek lényege, ugye ez a statisztikai összefüggés, amit az élőhelyek előfordulása és az ott jellemző környezeti viszonyok között megállapítunk. Hát tulajdonképpen itt a jobb oldalon látható magyarázó változók, amelyek között esetünkben éghajlatot, domborzatot, talajt és vízviszonyokat leíró változók vannak, és a megfigyelt elterjedések között próbálunk egy olyan kapcsolatot megtalálni, megfelelő függvénnyel, illetve megfelelő paraméterek megkeresésével, ami aztán képes jól mind jelenleg kivetíteni, mind pedig előrevetíteni a növényzet elterjedését. És ehhez technikailag egy boosted regression trees módszert választottunk. A jelenlegi növényzet elterjedéséről a MÉTA, a Magyarország élőhelyének térképes adatbázisa szolgáltat számunkra információt. Ez az adatbázis, ez terepi felméréssel készült, országos lefedettségű, és a természetes növényzet tekintetében meglehetősen pontosnak tekinthető. Az ebben szereplő növényzeti típusok, azok körülbelül a Natura 2000-es növényzeti típusok tematikus felbontásának felelnek meg, de nem pontosan azok a típusok. Itt hoztam egy példát, a nyílt homokpusztagyepek és ezek jelenlegi elterjedését, és még az egy fontos részlete a MÉTA alkalmazásának, hogy bár ebben többféle adat elérhető, mi csak jelenlét hiányadatokat alkalmaztunk. A statisztikai összefüggések megállapításával, illetve ezek segítségével lehet jellemezni a jelenlegi lehetséges elterjedést, potenciális elterjedést. Itt a korábbi dián láttuk a megfigyelt elterjedését a nyílt homokpusztagyepeknek, emellé tettem egy potenciális elterjedés térképet. Emellett viszont a potenciális vegetáció becslés az nem csak egyes élőhelyeknek a lehetséges elterjedését adja meg, hanem azt is, hogy adott helyen milyen növényzeti típusok képesek túlélni. Ehhez szükség van egy szintetizáló módszerre, amelyet bevezettünk több rétegű potenciális vegetáció modell MPMV néven, és ennek segítségével immár nem csak úgymond egymásra vetítve áll rendelkezésünkre a potenciális elterjedés, hanem térbeli egységenként egy valószínűség eloszlásként is rendelkezésünkre áll. Ezek a modellek ugye ebben a formában a jelenlegi viszonyokra vonatkoztatott potenciálitást adják meg, és ahogy említettem, a jövőbeli becsülésekhez ugye az éghajlati forgatókönyveket használjuk. Ilyenkor a háttérfeltevésünk az, hogy a háttérváltozók közül, ugye szó volt róla, hogy talaj, illetve vízviszonyok, domborzati viszonyok is szerepelnek ezek között, csak az éghajlati adatokban következik be változás. Hosszú távon természetesen ez nem teljesen igaz, különösen a talaj viszonyokra, ha gondolunk, de ebben a nagyjából az évszázad végéig terjedő időintervallumban, amit mi vizsgálunk, ez még egy reális feltevésnek tekinthető. A jelen referencia időszakra vonatkozó adatokat a Kárpát-Krím-Hú adatbázisból nyertük, a jövőre pedig két regionális klímamodell az adjén és a legcím alapján végeztünk becsléseket. Hibakorrekciót is végeztünk delta change módszerrel, csapadék esetén multiplikatív, a hőmérséklet esetén additív módszerrel, megközelítéssel. Ugyanakkor még a regionális klímamodellek nagyjából 10 kilométeres felbontása is túl durva az ökológiai modellekhez, így további leskálázást alkalmaztunk geostatisztikai módszerrel, ehhez regressziókrigelést alkalmaztunk, és ennek segédváltozói tengerszint feletti magasság, földrajzi szélesség és hosszúság voltak.
Az így létrejövő éghajlati forgatókönyvek és a vegetáció modellek együttes alkalmazásával megszülettek a predikciók. Mielőtt a predikciók ismertetésére átérnék, a legelső eredmény, amit bemutatnék, az a módszertani fejlesztésről szól, ugyanis az éghajlat a modelljeinkben nem közvetlen, mint hőmérséklet vagy csapadék átlag, illetve összeg szerepel, hanem bioklimatikus változók formájában van jelen. Ezek a havi csapadék és hőmérséklet jellemzőkből levezethetők, és az ökológus szakma konszenzus alapján az élőlények számára relevánsabbak, a fiziológiai igényeket jobban tükrözik. Ilyen például a legmelegebb negyedév csapadék összege, amit ezen az alsó ábrán is látszik, és majd röviden beszélek róla. Ugyanakkor, ha bár ezek a változók széles körben használtak az ökológusok körében, nem teljesen standardizált a számításuk, és ahogy ez az alsó ábra mutatja, a számítási variációknak komoly jelentősége lehet. Először is, ha megnézzük ezt a két változót, ami a legmelegebb negyedév csapadék összeg és a legcsapadékosabb negyedév csapadék összege, ami a referencia részakban megegyezik. A jövőben ez a két változó már nem lesz korrelált, és az szerint, hogy pontosan hogyan számítjuk őket, eltérő becsléseket adnak. Az erre vonatkozó kutatásunkban feltérképeztük a számítási lehetőségeket, és javaslatokat fogalmaztunk meg, hogy milyen helyzetben melyik számítás lehet megfelelő, illetve a saját számításainkban is ennek megfelelően jártunk el. De a konkrét magyarországi viszonyokra vonatkoztatható eredményeink közül először az éghajlat érzékenységről beszélnék, hiszen ez tulajdonképpen a modellek tulajdonságaiból már nevezethető. Az éghajlati érzékenységet úgy definiáltuk, hogy annak a mértéke, hogy a klímaváltozók az egyéb magyarázó változókhoz képest milyen fontossággal szerepelnek, mekkora magyarázó erővel szerepelnek a vegetáció modellekben. Itt a legfontosabb, illetve a leginkább érzékenynek bizonyult élőhelyeket látjuk csökkenő sorrendben, és azt lehet mondani, hogy a középhegységi üdeerdők tartoznak ezek közé, illetve az alföldi gyepek, különösen szikesek, illetve sztyeprétek. És itt rögtön fontos arra kitérni, hogy még a középhegységi erdők esetében várhatóan ez a fontosság, ez egy a köznyelvi szempontból is érzékenység, tehát egy negatív hatás formájában várható, addig a fátlan alföldi élőhelyek esetén inkább abban, hogy profitálhatnak, kedvezőbbé válhat számukra a környezet a klímaváltozással. Az egyes élőhelyek potenciális elterjedésére nézve, ugye a különböző forgatókönyvek szerint térképeket készítettünk. Ezek most egyedi élőhelyenként állnak rendelkezésre, de folyamatban van egyrészt maguknak, a becsléseknek is az aktualizálása, a legújabb éghajlatváltozási forgatókönyveknek megfelelően, illetve a szintetikus többrétegű potenciális vegetáció becslés létrehozása. Itt most kiemelnék két kontrasztos példát. Bizonyára sokan hallottak már a bükkösök várható klímaváltozásra való érzékenységéről, és hát a mi kutatásunkban is egyértelmű, hogy főleg a 2100-as időszakban jóval kedvezőtlenebb lesz a környezet számukra, mint most. Itt egyébként a zöld színek a kedvezőt, a piros a kedvezőtlent jelenti, a sárga bizonytalant. Kevésbé vannak a vizsgálatok fókuszában a gyepek úgy általában, és ezek közül most a mészkerülő sziklagyepet mutatnám meg, amelyek lehetséges elterjedése, nyilván figyelembe véve azért az a közet tulajdonságait is, jóval tágabb lesz a jövőben. Mi lehet a jövőben, természetesen a bizonytalanságot figyelembe véve. A potenciális elterjedések lehetőséget adnak arra, hogy egyes állományokra vonatkoztatható várható hatást, illetve sérülékenységet számoljunk. Itt a sérülékenységi keretrendszert is feltettem a diára, ami szerint ugye az éghajlatváltozásnak való kitettség és az érzékenység, amiről korábban beszéltem, együttesen határozza meg azt, hogy mekkora egyes állományokra, illetve bármilyen más objektumra is a klímaváltozás várható hatása.
ezt a mi esetünkben a jelen, illetve jövő potenciális elterjedés valószínűsége közötti különbség alapján határoztuk meg. De megint a bükkösöket hoztam példának, mert ez talán a leginkább szembetűnő. Láthatjuk, hogy vannak olyan állományok, itt a lilább, sötétebb, feketébb az a nagyobb várható hatást jelenti, ahol jelentősebb várható hatásra számítunk, és vannak olyan állományok itt a Dunántúli középhegységben, amelyek viszonylag kevésbé lesznek érinti őket az éghajlatváltozás. Ugyanakkor a várható hatás önmagában még nem elegendő a sérülékenység megbecsléséhez, ehhez az alkalmazkodó képességgel is számolni kell, hiszen az egyes élőhelyek is bizonyos fokig tudnak alkalmazkodni az éghajlatváltozáshoz. Ezt a táji környezet alapján számszerűsítettük, és itt ismét láthatunk olyan állományokat, amelyeknek az alkalmazkodó képessége kicsi, itt mind a két ábrán a kedvezőtlenebb helyzetet jelöltük a sötétebb színekkel, és olyanokat is, amelyeknek nagy. Most külön ábrát nem tettem fel a sérülékenységről, de tulajdonképpen ez alapján is látható, hogy a komoly várható hatás, alacsony alkalmazkodó képesség az egy magas sérülékenységet fog eredményezni, míg a Dunántúli középhegység bükkösei, azok különösen a magterületen lévők, azok kevésbé sérülékenyek, amennyire meg tudjuk most becsülni. A konkrét élőhelyekre vonatkozó eredmények után kitérnék arra, hogy ezek milyen egyéb alkalmazott kutatások alapjai lehetnek, illetve hogyan segíthetik a döntéshozást. Már a hatás mérséklésben is lehet szerepük, ugyanis, de hogy korábban is elhangzott, a szén-dioxid megkötés az nagyon is a gondolkodás előterében van. Ugyanakkor nem mindegy, hogy ezt természetbarát és fenntartható módon végzik el. A fenntarthatóság különösen kérdéses lehet, hogyha például erdőtelepítéssel, fa telepítéssel próbálják ezt a szén-dioxid megkötést megvalósítani, ám esetleg nem olyan helyre telepítik azt az állományt, amely alkalmas erdő számára. A gyepnek megfelelő élőhelyen ugyanis a gyep a hatékonyabb megkötő. Ha nem fenntartható egy erdőállomány, akkor vagy nagyon sok energiát kell abba belefecsölni, hogy az állomány fennmaradjon, akár öntözéssel, akár egyéb fenntartó kezelésekkel, vagy pedig nagyon rövid távú lesz ez a szén-dioxid megkötés, hiszen az állomány elpusztul. Arról nem is beszélve, hogy a gyepek tulajdonképpen a talaj szervényes anyagtartalmának növelésével, különösen az alföldi régiókban, tulajdonképpen ugyanúgy kivonják a szén-dioxidot, és talán még tartósabban is. De nyilván, ahol viszont erdőnek megfelelő az élőhely, ott nagyon is hatékony szén-dioxid megkötő az erdő, ott a potenciális vegetáció modellek figyelembevétele, sőt, akár a jövőbeli potenciálitás figyelembevétele, az segítheti az önfenntartó típusok azonosítását, azoknak az erdőtípusoknak, faállományoknak a telepítését segítheti ez elő, amelyek nagyobb energiabefektetés, emberi munkabefektetés nélkül is meg tudnak maradni ezen a területen, és így hosszú távon tudják tárolni a szén-dioxidot. Ugyanakkor láttuk és hallottuk korábban is, hogy a hatás mérséklés az egy korlátozott erővel bír, muszáj az alkalmazkodást is tervezni. A potenciális elterjedés modellek segítenek abban, hogy ez az alkalmazkodás úgy valósuljon meg, hogy a biodiverzitást is meg tudjuk őrizni. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat, amelyek maguk is az alkalmazkodást segíthetik, például gondoljunk az árnyékolásra, vagy a hőmérséklet viszonyok befolyásolására is lehet javítani azzal, hogyha az önfenntartó típusokat helyezzük előtérbe. Manapság szerencsére a természeti közeli gazdálkodás is egyre fontosabb. A fenntartható növényzeti típusok elterjedése alapján a gazdálkodási lehetőségeket is fel lehet térképezni, és nem utolsó sorban a zöld folyosók kiegészítése is napirenden van, amelynek hatékony tervezésében megint csak támaszul szolgálhat az élőhelyek potenciális elterjedése, és különösen szerencsés, hogy az a potenciális elterjedés a jövőre is megmarad, vagy várhatóan megmarad, és ez alapján tervezik a zöld folyosó. Végül a klímaváltozás fényében való tájtervezés is... Nagyon fogy az idő. Igen, ez az utolsó diám.
Tehát, hogy igazából még a tájértékeléshez nagyon fontos az, hogy a jelenlegi potenciálitáshoz és ne a jelenlegi megvalósuláshoz mérjük azt, hogy a táj mire képes, és természetesen jövőben is ezzel a potenciálitással tudunk számolni, és ez alapján tudjuk a tájszerkezet várható hatásait is valószínűsíteni. Tehát összességében azt gondolom, hogy amellett, hogy a ökológiai kutatás számára érdekesek ezek a modellek, amellett a hatásmérséklés és az alkalmazkodás számára is fontosak lehetnek, és mi nagy örömmel állunk együttműködés elébe ezen a téren, aki esetleg úgy érzi, hogy tudná hasznosítani mi eredményeinket. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük az előadást! Kérdésem, hogy van-e valakinek esetleg észrevétele, kérdése az előadásra? Javaslom, kedves Pali, hogy lépjünk tovább, mert a következő előadók idejét esztük meg. Rendben. Akkor, bár egy jelentkezőnk van, én neki meg a nincs, akkor kérném, hogy Decsi Bence tartsa meg a következő előadását. Egy vízes élőhely vízháztartási vizsgálata változó klimatikus viszonyok mellett címmel. Kérdésem, hogy Decsi Bence itt van velünk? Úgy látom a felszólásban, hogy itt van a mikrofonjelzése. Most hallható vagyok? Igen. Jó, szuper, bocsánat, itt a mikrofonnal mindig adódik a Teams-ben egy kis probléma. Már is hoztam a képernyőt. És akkor... Minden igaz, most látható. Igen. Nagyon jó, megjött. Szuper. Akkor. Jó. Igazából nagyon szuper volt az előző előadás, már annyiból is, hogy nekem némi kapcsolódási pontot adott, ugyanis az egyik dián, ahol az élőhely típusok érzékenysége jelent meg a klimatikus tényezőkkel kapcsolatban, mi ezek közül az egyik legérzékenyebb, vagy ott a legérzékenyebbként megjelent ingólápos területről hozunk egy eset tanulmányt. Ez pedig a nyírségnek a kvázi centrumában található nyárjas lápról és a körülötte, vagy a közelében található mohostóról lesz szó. Erről a területről azt kell tudni, hogy a 19. századi lecsapoló munkák előtt a térségnek az egyik meghatározó egybefüggő vizes területe volt, mint egy 100-120 hektáros nyílt vízfelülettel. Ezzel szemben a napjainkban csupán egy közel 15 hektáros nedves rét emlékeztet az egykori területre. Felmerülhet a kérdés, hogy miért foglalkozunk egyáltalán ezzel. Rengeteg ilyen láp van, ami kiszáradt, és többségében mezőgazdasági művelés alatt állnak. Erre talán ez az ábra a legjobb válasz, ugyanis a legtöbb ilyen egykori láp az rövidesen a lecsapoló munkák után mezőgazdasági művelés alá került. Ezzel szemben ez a nyárjas láp és a mohostó még a 20. században, a 80-as években is igaz, hogyha szűkebb, de akkor is egy vízborításos területtel rendelkezett. Ennek a kiterjedése azért jelentősen elmaradt a korábbitól, de akkor is még látható, hogy számos védett fajnak az élőhelye volt. Ez a 2017-es felvétel, most látható a kontraszt, hogy az utóbbi 30 évben azért jelentősen romlott a helyzet, és számos ilyen tápanyag kedvelő faj jelent meg, ami arra utal, hogy az egykori üledékben lerakódott
vagy tározott tápanyagot ezek a fajok elkezdték szépen fogyasztani, és ez sem egy kedvező hatás. Ezeknél a vizes élőhelyeknél az elemzéseket, az ilyen hidrológiai vonatkozású elemzéseket mindig általában az adatellátottság ami limitálja, tehát kevés adat áll rendelkezésre helyben ilyen területekről. Azért foglalkoztunk ezzel a területtel, mert egy helyi biológia tanár, Vas Mihály tanár úr nagyon szorgalmasan vízszintméréseket és cenológiai felméréseket is végzett, ezáltal a múltra egy kalibrált szivárgás hidraulikai modell tudtunk összeállítani, amivel különböző szenáriókat tudunk majd megnézni. A kalibráció az szerintünk sikeresnek mondható. Itt láthatóak olyan részek, mint például ez, amikor látszik, hogy a kék a modellezett eredmény nem annyira jól követi a méréseket. Ez annak tudható be, hogy a 90-es évektől észlelték azt, hogy az élőhely jelentősen leromlik. Ennek következtében mesterséges vízpótlást felszín alatti vízből eszközöltek, és egy ilyen kutas megoldással pumpálták a vizet mindkét élőhelyben, a Nyárjaslábba és a Mohostóba is, és ez egy tipikus olyan szakasz, amikor feltehetőleg volt vízpótlás, de a Vas Mihály tanár úr ezt nem jegyezte fel, mert akkor éppen nem volt adat, vagy nem tudjuk. Itt zölden láthatóak azok az időszakok, amikor a vízpótlás üzemelt, regisztráltan üzemelt. Ezeket itt láthatjuk a hatását is, a modellezett és a mérési adatokban is láthatjuk, hogy egy-egy vízpótlás az akár 2 méteres vízszintemelést is eredményezett. Itt látható egy ábra belőle, hogy ilyen jó vasas víz folyik onnan ki, ami magával vonja, hogy ezek a lápoknak a sajátossága, hogy jellemzően csak a csapadékvíz és a talajvíz táplálja, tehát nincs felszíni hozzáfolyása, emiatt ez a vízpótlás ez eleve kétséges, hogy a vízminősége milyen, de ezzel most annyira nem akarok foglalkozni, hogy haladjunk. A kérdésünk az volt, hogy miért száradt ki a múltban, és hogy a vízpótlás, ami látszólag jól működik, az hatékony-e. Erre talán ez a legjobb ábra, amin igazából a színeket érdemes nézni. A kék szín mutatja azt, amikor ez az élőhely hidrológiailag úgy működött, ahogy egy láb működik, tehát a talajvizet megcsapolva, vagy a talajvíz felszínre törésével, a sárgával pedig azt látjuk, amikor a talajból lefelé áramlás, tehát a felszínről a mélybe szivárgás volt a jellemző, és hát látjuk, hogy amikor itt a vízpótlásokkal föltornáztuk a vízállást, akkor az jellemzően a mélybe szivárgott, ami amúgy nem feltétlen rossz, mert a szomszédos Mohostó irányába szivárog a víz, de onnan is valószínűleg tovább szivárog. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen tüneti kezelésnek mondható, tehát látszólag a vízállások azok helyre jöttek, ugyanakkor magának az élőhelynek a működése az nem állt vissza a régi rendbe. Ugyanakkor az is látszik, hogy itt volt egy hosszabb vízpótlásos időszak, itt pedig ez elmaradt, ennek ellenére itt ebben a szakaszban visszaállt nagyjából hasonló ilyen vizes-nem vizes szakaszokba ez az élőhely, mint ami volt, és valószínűleg ez a vízpótlás is segített ebben. A kiszáradás tulajdonképpen ennek a közel 10-15 éves száraz időszaknak nyilvánítottuk, tehát ez lehet benne a ludas térségi talajvízszint süllyedés és a kedvezőtlen klimatikus száraz időszakoknak nyilvánítottuk ezt a problémát. A kérdésünk az, hogy mi lesz ezzel a jövőben. Hát nagyon oda mutatna a dolog, hogy vagy abba az irányba vezetne, hogy itt szépen egy nedvesrét, rétlegelő, szántó
átalakulás várható. Annyi csavar van a történetben, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park egy pályázaton 21 hasonló vizes élőhely mellett ennek a vizes élőhely csoportnak, természetvédelmi területnek a vízpótlására is nyert forrást, ahol a kutakat rekonstruálják, emellett automatizálva lesz a rendszer, és itt a belvíz csatornán is létrehoznak egy felszíni vízbeeresztő műtárgyat. Felmerült bennünk az ötlet, hogy megnézzük, hogy a jövőben hogy fog alakulni ez a dolog, és hogy vízpótlással esetleg lehet-e javítani a helyzeten, és megakadályozni azt, hogy ez a ritkán fennmaradó élőhely valamennyire még visszatérjen legalább a vizes állapothoz. Bemenő adatként a Forsi adatbázisból 10 klímamodell adatait töltöttük le, ezeket használtuk 1961 és 2050 között. A jövőbeli talajvízszinteket, mint a modellezésünk egyik alappillére, azt Ács Tamás társszerzőnknek a saját fejlesztési módszere alapján, a meteorológia és a környezeti tényezők alapján számítottuk. Itt a grafikonon látható, hogy vízpótlás nélkül a klimatikus vízhiány, tehát a potenciális párolgás maradék nélkül minden évben felülmúlja a lehullott csapadékot. És itt feltüntettem azt is, hogy mekkora volt a múltbéli vízpótlás mennyisége. Látszik, hogy az éves csapadék összegnek akár többszöröse is volt, tehát nagyon nagy mennyiségek árán sikerült elérni azt, amit az előző grafikonokon láthattunk, és megjelenítettem azt is, hogy az általunk majd a következő diákban bemutatott vízpótlás az milyen volumenehez képest, hát látszik, hogy azért elmarad ezektől a nagy csúcsoktól. A vízpótlásra egy klímaadaptív szenáriót készítettünk. Ezt a következő diákon mutatom. Itt egy talajvízszint idősort még bemutatok, amit Tamás az imént bemutat, vagy röviden elmondott módszertan alapján számított. Itt látható, hogy 2020 után azért egyfajta süllyedés, talajvízszint süllyedés tapasztalható. Erről azt kell tudni, hogy itt azt a klímamodellből származtatott talajvízszint idősort mutatom be, ami a 10 klímamodell átlagához a leginkább közelebb volt, tehát az átlag az valami ilyesminek mutatkozik. Vízpótlás nélküli eredményeket ezen a elfordított sűrűségfüggvény ábrán mutatom be. Itt látható a 10 darab klímamodell, és az X-tengelyen a vízállások láthatóak, és azt látjuk, hogy ez a terepszint, tehát elenyésző az, amikor vízpótlás nélkül térszín fölé jutna a vízállás. Ugyanakkor azt is látjuk, hogyha mondjuk szántót akarnánk létesíteni, akkor ott is azért, vagy területhasználatváltásra törekednénk, akkor lehet, hogy még ahhoz is egy kicsit mélyen lenne a talajvízszint, vagy éppen adott esetekben túl magasan, tehát ez egy ilyen köztes állapotnak tűnik. Kiválasztottuk a minimumot, a maximumot és az átlagot leginkább közelítő változatot, és ezekben kipróbáltuk, hogy hogyan működhet a klímaadaptív vízpótlás, tehát hogy tudunk nagyjából hatékonyan, vagy minél hatékonyabban pótolni vizet. A következő dián itt az eredményeket látjuk. Első sorban azt mondom el, hogy a nullánál látszik a térszint, tehát amikor a térszín fölött van a görbe, akkor felszíni vízborítás létrejön az élőhelyen, amikor alatta, akkor pedig talajvízszintről beszélhetünk. Itt a kékből aranyba forduló görbe az a vízpótlás nélküli változat, tehát itt látjuk, hogy nem különösebben alakul ki vízborítás, ez szintén a 10 klímamodellben az átlagot leginkább közelítő verzió, és látható itt két másik görbe ilyen hibasávokkal, ezek a klimatikus vízhiányon alapuló
egyfajta adaptív vízpótlásnak a szimulációs eredményei. Itt leírtam képletesen is, de elmondani talán egyszerűbb. Úgy programoztuk ezt a vízpótlást, hogy megnéztük az adott napon az előző hét napnak a csapadék és a párolgásnak az összegét. Ha ez negatív volt, akkor bekapcsoltuk a vízpótlást, és ennek a mennyiségét egy paraméterrel állítgattuk, hogy mennyi legyen. Hány napra osszuk el azt a mennyiséget, amit kellene pótolni, és akkor itt látszik két változat. A kék az egy egyhetes átlagolással történő vízpótlás, a zöld pedig kéthetes klimatikus vízhiány összegzéssel számított. És hát azt látjuk, hogy látszólag azzal a kisebb volumenű vízpótlással azért tartósan jó eredmények érhetőek el. Itt ez elsőre olyan szélsőségesnek tűnhet, de amit az előző diákon mutattam, ott is nagyjából ez az egy méteres vízmélység volt látható, és itt is ez a tartomány tűnik. Vissza is látszik, hogy a kedvezőtlen hatásoknál hiába pótolunk vizet, a vízállás ugyanúgy csökkenni fog ebben az időszakban, és nyilván ezen lehetne javítani, hogy az ilyen időszakokban nagyobb mennyiségeket pótoljunk. Oké, belehúzok, még egy-két dia van. Itt ez nagyjából ugyanaz, itt van egy lila sáv is, ami annyi különbség, hogy a fele vízpótlás történt, tehát mennyiségben a felét adtuk hozzá. Itt ezek a sűrűségfüggvények láthatóak a vízpótlásoknál, tulajdonképpen az előző diasornak a statisztikái, az idő szűkében annyira nem térnék ki rá. Ugyanazt látjuk, hogy jelentősen megemelkedik a vízpótlás nélküli verzióhoz képest a vízszint. És végül a következtetéseket mondanám el, hogy miket gondolunk erről az eredményről. Hát látszott, hogy állandó vízborítást is el tudunk érni. Kérdés, hogy el akarunk-e érni ilyen nagy mennyiségű vízpótlás esetén a két változat között, tehát ami az előbb lila volt és zöld, a között 50 000 köbméter per év a különbség. Az elszivárgás, ahogy a múltbéli szenárió mutattam, szintén probléma, tehát ugyanúgy el fog szivárogni a mélybe a víz. Az egész, az tulajdonképpen itt egy mérleget azért tettem ide, mert nyerünk is vele valamit, de a másik oldalon vesztünk is. Arra, hogy ezt kikerüljük talán az ökoszisztéma szolgáltatások témakörében, vagy ezzel a felütéssel végzett elemzés lehet a célszerű, ami pont ezt a mérlegelvet vetíti elénk. Az utolsó három rövid elemzés pedig az, hogy szeretnénk majd a továbbiakban más területeken is ugyanezt megvalósítani, és a stratégián pedig fejleszteni, hogy másféle vízpótlási stratégiákat is vizsgáljunk. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy azért nagyjából sikerült tartani az időt. Köszönöm szépen. Van-e kérdés előadónkhoz? Még pár percnyi lehetőség van erre. Amennyiben nincsen, még a szekció végén, ha lesz még idő, akkor természetesen adunk lehetőséget kérdésekre. Én egyrészt szeretném kérni a technikai segítőinket, hogy a felvételt kapcsolják ki, és megadom a szót Purebl Györgynek, aki a Fenntartható egészség vagy ökológiai modellek az orvoslásban című előadást fogja számunkra prezentálni. Szeretettel köszöntök mindenkit. Most megpróbálom én is gyorsan megosztani az előadásomat. Nem tudom, sikerült, látható? A megosztás? Igen. Látható.